Kovács Bettina vagyok, környezetkultúra szakos, harmadéves. Hát a nevéből ez nem feltétlenül derül ki, de belső építészetet tanulunk. És hát összességében a szakot szeretném bemutatni pár munkámon keresztül, hogy mégis mire alapozva kezdünk el tereket kialakítani. Ez egy első éves munkám. Furcsának tűnhet, hogy hogyan ide az, hogy bogarakat modellezzünk, de ennek az a lényege, illetve egy következő képen látható egy ilyen térstruktúra kialakítása. Ennek az a célja, hogy a másod, illetve a harmadéven kapott feladatoknak megfelelően minél könnyebben tudjunk tereket kialakítani meglévő épületekbe. Másodéven volt egy átriumos épület tervezésünk, amelynek, hát nem mennék bele hosszasan, mert akkor ki fogok csúszni az időből, de ennek az a lényege, hogy a tanáraink megpróbálnak olyan feladatokat összeszedni, amelyek minél nehezebbek és minél rosszabbak, és azt kell megtöltenünk valamilyen funkcióval, hogy megküzdjünk. Ez egy, hát egy csőépület, ami összesen 7 méter széles, tehát szerintem lakhatásra alkalmatlan, de nekünk ebből kellett kihoznunk valamit, és egy családot kellett ide virtuálisan betelepítenünk, akiknek adott munkájuk volt, és ez alapján kellett elrendeznünk ezt a teret. Emellett pedig ki kellett emelnünk egy főtér részletet, ez pedig nekem egy lépcső volt. Következő fél évben ennél komolyabbat, egy éttermet kellett terveznünk. Ennek itt a látványterve látható. Itt a fő cél az volt, hogy egy működő... Egy működőképes konyha technológiát hozzunk létre. Az étterem körülbelül 100-120 vendég befogadására alkalmas, és ennek kellett kialakítanunk egy teljesen működőképes konyha technológiát, illetve az alagsorban a személyzetnek megfelelő szociális helységeket. Kiemelném, hogy minden egyes fél éves munkánk során a meglévő épületekbe kellett terveznünk, és hát függetlenül az építésztől, amit azért tartok fontosnak, míg az építész az gyakorlatilag a nulláról megalkothat bármilyen gyönyörű épületet, addig nekünk sokszor van az, hogy egy rossz adottságokkal rendelkező épületet kell igazából élhetővé tenni. Erről látható itt néhány látványtervem. Másodévtől folyamatosan számítógépes terv megjelenítést tanulunk, hogy könnyebben tudjuk láttatni a terveinket. Az előző fél éves munkám egy hajléktalan szálló tervezése volt. Azt hozzátenném, hogy mindenkinek más feladata van, tehát az épület az adott, és mindenkinek más feladattal kell megtöltenie. Nekem ez egy hajléktalan szálló volt, amire később aztán a szakdolgozatomat is felépítettem. Itt látható róla néhány látványterv. Nem az egészet kell megmodelleznünk egy fél év során, hanem egy általunk fontosnak vélt térrészletet. Ez egy több ezer négyzetméteres épület volt a 14. kerületben, és ezt kellett teljesen átalakítanunk. Itt látható a földszint, illetve az emelet. Nem nagyon látszik. Illetve, hát ezt azért raktam be ezt a képet, hogy ismertessem, hogy nem csak alaprajzba dolgozunk, hanem metszeteket és homlokzati képeket is kell készítenünk arról, hogy mielőtt még kialakulna a végleges terv, azelőtt is könnyedebben lássuk térbe az aktuális épületet. Ezt a vilkánszéket pedig azért raktam be, mert számítógépes terv megjelenítés órán erre a feladatra volt 3 hetünk, amikor ezt az utolsó apró részletéig meg kellett modellezni, ezzel is elősegítve a későbbi látványterveknek a készítését. Illetve még egy kép van a szabadkézi rajzról, folyamatosan az első és a másod évben
szabadkézi rajzot is tanulunk, mert sokszor nem áll rendelkezésünkre gép, ezért nagyon gyorsan kell tudni skicceket készíteni az adott munkáról is. Hát ennyi lenne, köszönöm a figyelmet!